Ismét üdvözlöm Önöket a videómba. Szevasztok, most Önöknek megmutatom, mi az ingyenes szoftver lehetőségei. Itt van egy teljesen ingyenes operációs rendszer, aminek a neve Ubuntu 17.10. Mi is ez valójában? Ez egy Debian alapú Linux, ami módosítva van, le van egyszerűsített felület, nincsen ikonok, de lehet mást is kipróbálni, például Ubuntu, Debiant, Fedorát, Red Hatet, az nem az fizetős könyve. OpenSUSE, ezek a leghíresebbek szerintem. Legkisebbesen kezdjünk el, mit is ad ez a ingyenes operációs rendszer számunkra a lehetőséget. Például itt van egy alapból, fel van rakva szerintük, amire legjobban szükségünk van. Például itt van egy szövegszerkesztő, egy számológép, egy Notes, merev lemezfigyelő, itt van egy PDF reader, egy rajzprogram, meg egy nyomtató szkennel kezelő. Akkor itt van akkor egy webböngésző Firefox, ezzel a Paimonok valójában nem voltak itt, ezt elfítettem rá. Egy torrent kliens, egy üzenetküldő, meg még egy üzenetküldő. Akkor itt van az Office-a, egy Lite-os AbiWord, és egy táblázatszámú Excel Genumeric. Itt van a Show videó, itt van egy webkamera kezelő, egy lejátszó, egy hangmixer, itt van egy volume control, ebben lehet állítani a milyen erős legyen a hang, mikrofon, egyéb más, meg egy diszkíró, mert az olyan fölösleges, senki már nem használ már DVD, nem ezt ilyesmit már, ki van még a divatból. Akkor itt van egy terminál, egy csomagkezelő, itt van egy frissítés kezelő, nagyon jó, egy gombnyomással megtalálható rajta a szoftver, nem kell nekünk maga az alkalmazás figyelni, hogy mikor lesz friss, hanem ha kedvet tartsa, akkor lefrissítette minden nap rám nyomsz, és akkor azt jel rajta, hogy frissítve van. Felület ez ugyanaz, mint amikor szokott lenni az androidoknál, hogy nem talál, akkor az a jó, akkor napra kész jelent. Kicsit beakadt majd. Lesz valami. Egy más nyát is el lehet adni. Akkor itt van egy ilyen opciója, hogy Customize Look and Feel. Tudjuk próbált beállítani, van biztos láthatni rajta a widgetet, témát, ikont, kurzort, fontot és egyéb más dolgokat. Nem is ez a lényeg, hanem itt az a lényeg, hogy ezen te legnagyobb részben csak ingyenes programokat bírsz használni. Például, amit én használok, olyan streamelés az Opsot, ami teljesen ingyenes. Akkor, hogyha te még több szabadon próbált alkalmazni az ingyenes programokat, például te iskolába jársz, milyen tanulásra való programok kellene, alkalmazások, ezen minden felhelhető. Legegyszerűbb módszer, ha még kezdő vagy, nincs kedved nem tudom még használni a terminál parancsot, de a legegyszerűbb, hogyha te megfogod ezt a szoftver központot, és akkor itt megtalálhatod, hogy mit is akarsz választani, itten számtalan ingyenes program feltalálható benne, például a Blender, ami 3D-s modellokat bírsz alkalmazni rajta, ha érdekel téged, utána néző, hogy is lehet használni, milyen jó. Egyéb más rámész, hogy telepítés, utána kéri a jelszavat, most nincs kellene feltelepíteni rá. Most csak bemutatom, hogy mik lehetőségek vannak rajta, vele itt van. Nem tudom, miért akarsz használni, vagy még akarsz, ami ingyenessel alkalmazásra ismerkedni, például fényképeket akarsz, vagy fotókat csinálni, akkor rámész, hogy Rapid End. Lássuk, be kell zárni, és akkor most ráklikkelek, és akkor itt működni kellene elméletileg, de úgy tűnik, hogy van miatt nem akarja rendesen működni ez a... Értem, most miért csinálja ezt? Itt van, és most bejött, rámentem. És akkor itt van kiradva azt, hogy például fényképre, amit akarsz, akkor itt megjelenik a Image Viewer, fényképnézegetők, Management Program, ezek mindegyik fényképet visz rajta nézegetni. Például akkor itt van, hogy 3D grafikát visz összeállítani. Itt van az a Blender, ebbe is visz OpenCAD, más mesh labba. Láthatóvá válik, akkor Sweet Home 3D házat is bízz benne tervezni.
tényleg rengeteg minden lehetőséged van rá, akkor itt van a scanningre, milyen a mondható a scan programot lehet használni. Simple scan fel van telepítve. Akkor vektor grafikra. Szerintem a font builder, ja, inkspace-et, image viewer-t, egyéb másokat. Akkor felbírod rakni a gimpet is. Csak csodálkozok rajta, hogy ki lehet ki van benne hagyva valami miatt. De az is itt kellene lennie. Miatt kivették. Azt is fel lehet rá telepíteni, vagy letölteni. Vagy az egy másik kategóriába lesz benne. Itt számtalan alkalmazás között bírsz választani, ami teljes mértékben ingyenes, meg bírsz ismerkedni vele. Szerintem rámész telepíted, ha ne is sem tetszik, akkor letölthető. Ez volt a grafikai része. Akkor itt van például az, hogy audio és videó. Például itt van több alkalmazásod. OpenSuit, ez eléggé híres videó editor, ez nagyon jó, bírsz vágni vele, mindent csinálni. Automatikusan feltöltheted a videóidat a YouTube-ra és a Vimeo.com-ra. Eléggé jó, csak itt némelyik lepontozza, mert itt is várunk el, mégiscsak ingyenes, nem fő acérte a pénz, mégis valamit meg kell becsülni, akik csinálják ingyen. Ha nem tetszik, akkor meg vegyél valami komolyabb szoftvert, ami legolcsóbb is a $100 belekerül. Ilyen videóvágó, itt van egy Kino, ez is eléggé híres videóvágó program. Eléggé egyszerű kezelhetőség. Kicsit olyan furcsa, olyan fapados, és nem tetszik olyan soknak, hogy nem Windows-os kinézete van, azért kicsikét le lett pontozva. Akkor mit is látunk még? Itt van ez is elég jó, itt van a Media Info, Virtual MIDI Piano, YesStop Mini, van egy zenelejátszónk. Zoom, amit mindjárt jelenik. És a néha van némi kicsi hátrányának a szoftver központnak, hogy befagy. Ezért jobb inkább ilyen egyisívákat, amit akarsz, ami ingyenes szoftver, például hallotta a leghíresebb a GIMP, meg a VLC player, hogy nem ebből a szoftver központból letölteni, hanem beírod a weboldalt, és akkor copy-paste-t kell csinálni. Azt is megmutatom, hogy milyen módszerrel lehet csinálni. Úgy tűnik, hogy ez befagyott, de nem, több nincsen valami. Eléggé új kiadás, ez 20 nap ezelőtt adták ezt a videót, hogy még nem támogassa a repo-ban, nincsen benne a VLC, meg ilyen egyéb más programok, és akkor nem jelenik meg, meg a GIMP sem nincs rá támogatva, de ez nem egy long-termes kiadás. Lehet, hogy akkor long-termes volna, akkor sokkal több program megjelenne, nem kézileg kellene, mert nincs letesztelre, és akkor nem ajánlják, hogy használjad, lehet, hogy biztonság tönkreteszi a rendszer, meg egyéb más okok miatt. Hát alapból akkor most eléggé legújabb frissebb kiadásra, ami 20 napja jelent meg, eléggé kevés alkalmazás közül lehet kiválasztani. Adtam, hogy mi van itt, akkor van ilyen is, hogy produktívé. Itt van egy ilyen szövegszerkesztő, database, kalendár. Hát eléggé kevés még neki a, de itt van a LibreOffice csomag, amit támogat. Full, itt van ez a LibreOffice, ez minden benne van, ami tartom, az modern szövegszerkesztőket, egyéb mást is lehet, ha akarod, akkor OpenOffice is fel lehet rakni rá, terminál segítségével, abban inkább nem megyek most bele. Na akkor, elég is sok minden van. Ezt felrakod, nem az olyan, hogy minél több alkalmazást rakjál fel, az olyan, hogy ami egy meg tetszik, ami ingyenes, azt ki megtanulod használni, és akkor használod, és várod, megszokod. Nem füzeted nincsen, nem jár le, nem triálos. Lejárjon egy idő után, megtanult füzes érte. Meg van, ami újabb verzióknál végig sok van, hogy megújítsák Windows 10 kínálatban, és minden ikon megváltozik, itt nincs olyan. Ez állandóan ugyanolyan kb. Szinte, meg csak egy pár egyéb más hibajavítások vannak föl. Fapadossak elég itt a alkalmazás, nem olyan szépben, mint a Windows 10, a grafikai része eléggé nem fejlődik, az nem is baj.
Szóval ez a maga az, az operációs rendszer, az a Ubuntu része, az ilyen egyszerű, fapados, olyan régi számítógépekre van. Én inkább ilyen újabbakra szeretem felrakni, vajon jobban bejön. Nincsenek ilyen régi fajta XLR-t, ami teljesen le van tesztelve, az újabb Ubuntu verzió, amelyik van az a Wayland rendszer, azt már most tesztelik, azt jobb, ha kerülni kell. Jobban még a régiben megbízva, hogy én is tudtam, hogyan lehet például rárakni egy gimpelt, milyen egyszerűen. Nyitunk egy webböngészőt, ami esetben egy Firefox, teljesen frissítve van. Írunk egy gimp. És akkor kijön. Most itt még nincsen benne a software csomagában, és akkor download. Egyszerűbb változata itt van, megkeressünk a GNU Linuxot, és akkor van ilyen, hogy most valami miatt le van terhelve, vagy na itt van, kijön. Jön egy szövegrész. Hát most itt kicsit két cifrán van, hogy le kell tölteni a csomagot, és majd akkor ezt kicsomagoljunk, tarbézébe kettő van csomagolva. Hát akkor itt máshol is fönt lesz rajta, például egyszerű módszer, hogyha akarjunk a gimpel, akkor vagyunk a gimp dev. És akkor megjelenik ez a, és akkor itt van, hogy mi van felesztve, melyik Ubuntu verziók támogassák. Sajnos ennyi, amit én használok, az nem támogassa, még várni kell rá, de azért ajánlatos egy LTS editor letölteni, amiben alapban benne van. Ilyenre a Ubuntu 17.10-re nem lehet felrakni. Föl lehet rakni csak kézileg, ami lehet, hogy nem lesz támogatott, valami problémák lesznek benne. Hát ez egy ajánlatos, én azt ajánlom önöknek, a akármilyen ingyenes operációs rendszert választnak, akkor LTS-t városszanak ki. Jobban járnak vele, támogattok szinte minden program, van rá helpdisk, itt most én nekem nincsen, sajnos se. Majd kicsikét várok, vagy utána nézek, kéne ezek manuálisan feltelepíteni csomagkezelőbű. Hát a parancsort kell megtanulni, az sem nem nehéz, egy kicsi olvasálgatással rá lehet egyszerűen alkalmazható. Hát itt van egy teljesen mértékben egy ingyenes operációs rendszer, legújabb verziója. Miért is választottam ezt a Ubuntu-t? Kezdhetnénk azért, hogy nincs rajta annyi vírus. De lehet erre is vírust feltenni, ami ismeretlenül, de itt kéri a, hogy is írják az admin parancsot, sudo parancsot, hogy le van kódol, be kell indigni a kódot. Ha vannak a, ha te annyira uta vagy, hogy beírod ilyen ismeretlen alkalmazás, például ilyen reklám, online filmet nézve, és ilyen reklámot bejön valami, nem tudom, Ubuntu-ra, ami Flash Player, frissítés, de milyen te beírod a kódot, és feltelepíted rá, akkor az a te hiba a gondod, de amúgy szerintem nem lehet avval, amúgy normálisan gondolkozva, akkor szerintem nem lehet rajta megfertőződni olyan hamar, mint a Windows-on. Most eléggé jó sikerült ez a verszió, csak nem támogatott annyira. Ezért érdemes ingyenes szoftvert használni. Nem füzetsz érte, ingyen van. Támogatások körei vannak, van nagy support rendszerük. Nem úgy, mint a Windows-nál életileg kellene fizetned a supportja, csak akkor állnak fel szoba a originál licenszelt verziót veszve, de itten összeállna, azt is nyílés, akkor tudom, hogy hol lehet a fő supportja, ahol van az Ubuntu-nak. Ubuntu. És itt vagyunk, hogy Ask Ubuntu. És itt van, hogy mi is a problémák vannak vele, hát lehet, hogy én is bírnak, elég is a probléma van most a 17.10-zel, jobban teszik, hogyha inkább a 16.04-et használják, amúgy mint a Windows-nál,
Köszönöm a figyelmüket, szevasztok, ennyi volt a videóm, ha önöknek tetszett, akkor nyugodtan nyomjak rá egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, kommenteljek nyugodtan, ismételten szevasztok.